Jona Portugal, Güdvözlöm, rövid videós, Donát Éber vagyok, rechtsanwalt Németországban, ügyvéd Magyarországon, hofilam főleg öröklési és büntetőjoggal foglalkozom, de szeretnék itt egy kis tanácsot vagy információt adni. Ez én vagyok, ez a Corvin tér, ahol a budapesti ügyvédi irodám van. A témánk közlekedési bírságok Németországban. És mi van, ha nem tartotta be az előírt sebességet? Itt van egy cím, ahol találunk egy kalkulátort. Az a fontos, hogy használjuk ezt a szót, hogy Bußgeldrechner, ebből több van, én ezt szoktam használni, ami itt látszik. Most itt vagyunk a kalkulátornál. Itt lehet beadni, hogy milyen tényállásról van szó. Itt a geschwindigkeit, ez a sebesség, az Abstand, a távolság, alkohol, az nyilván, és Ampel, a lámpa. Mi most a sebességről beszélünk. Tételezzük fel, hogy ön 80-nal ment belvárosban, vagy a város belül, ahol 50 van előírva, PKV, ez a gépjármű, és innen az, ez a városon belül. És akkor egy klikkel már ki is adja az adatokat. Egy pontot kapunk, 100 euró a bírság, és vezetési eltiltás nincsen. Most egy kicsit gyorsabban mentünk, 100-al. Akkor 200 a bírság, és egy havi eltiltás jár ezen. Más autópályán. €600-ba kerül, és 3 hónapra elveszik a nem a jogosítvány, mert erre nincs jogosultsága, de eltiltják önt a vezetéstől Németországon belül. Még egyszer röviden, itt van a sebesség, az, hogy mennyivel mentünk, az, ami szabad, városon kívül, autópályán, PKV, ez az autó, gépjármű, és itt van a konzekvencia. Ha még további információra van szüksége, vagy engem akar elérni itt a domainem donat-ebert.com, ezt én voltam, Dr. Donát Ebert. Köszönöm a figyelmet, sok sikert, minden jót!